Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja! Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit. Isten ma is hűséges és jó, és mai napon is előre elkészített jó cselekedetekben járhatsz. Kapcsolódj össze a kegyelemmel és Isten szellemével. A parakletos szó azt mondja hogy Jézus jobb, hogyha én elmegyek, mert elküldöm hozzátok. A parakletost, a vigasztalót, aki veletek marad és bennetek marad a világ végezetéig. A Szent Szellem van ma benned, aki munkálkodik, tanácsol, kormányoz, ő a te legjobb barátod, a vigasztalód. Azt is jelenti a parakletos szó, hogy ő védő, ügyvéd, tanácsos, és ez egy csodálatos személy. Köszönj ma is a Szent Szellemet az életedben. Kapcsolódj össze az ő tanácsával, kérd tanácsát. Hogyha elcsüggettél, akkor kért, hogy vigasztaljon meg, hisz ő benned él és ma is munkálkodik. Istennek a dicsőségére mai nap is egy csodálatos nap, és így mész előre, nem erővel, nem hatalommal, nem a saját bölcsességeddel és képességeddel, hanem a Szent Szellem ereje által. A mai rapszódi címe nagyon érdekes, léttudatában a sátán bolondozásának, bolondozásainak. 1 Péter 5.8. Józanok legyetek, vigyázzatok! mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve kitnyeljen el. Minden keresztjént, aki hatékony a lelkek megnyerésében és az evangélium hirdetésében világszerte, Isten megjelöl az áldásaira. A sátán szintén megcélozza az ilyen szenteket. Például, ha rendszeres adakozó vagy Isten házába, akkor a menny és az angyalok kijelölnek téged áldásokra, hogy a sátán is a támadásokra. Tudod, sokszor elgondolkozom azon, hogy a pásztorunk egy nagyon nagy adakozó, és képzeljétek el, hogy például a kegyelmi ajándékok között meg van említve, hogy az adakozó kegyelmi ajándékot kapott művelje az adakozást szelítséggel. Tehát például az adakozásnak van olyan, hogy valaki kegyelmi ajándékként adakozó, és adakozás szolgálatában van, és erre kapott egy kegyelmi ajándékot. És ahogy mondja a mi pásztorunk, hogy amikor valakit Isten kiválaszt, a sátán is kiválasztja, gondolj bele, hogy az ígéret gyermekeit mindig megpróbálta megölni sátán. Gondolj bele, Mózesnél elrendelte a fáró, hogy minden két év alatti gyermeket megöljenek. De volt két, ö, s, ö, Sifra és Pua úgy így hívták a bábaasszonyokat, akik nem ölték meg a zsidónőknek a gyerekeit. És a fáraón megkérdezte, miért nem öltétek meg, a zsidó, vagyis miért nem halnak meg a zsidó gyerekek, miért csak szaporodnak, szaporodnak. És azt mondta Sifre is, hát a zsidó asszonyok nagyon erősek. Mikor már mi kiérünk, akkor már megszültek, mert erősek, és egyedül megszülnek. Istenfélő asszonyok voltak ezek a, ezek a bába asszonyok. De fáró elrendelte, hogy öljenek meg minden két év alatti gyermeket. És, és, ott volt Mózes, és, a, és, elrejtették, ugye, és sátették a nyílus, nyílus vízére vizére egy kosárban. És tudta az, a, sátán, hogy, hogy Mózes Izraelnek a szabadítója lesz. Ezért megpróbálta megölni. Ugyanúgy gondoljatok bele Jézusnak az életébe, amikor Nagy Herodes elrendelte, hogy, hogy öljenek meg ugyanígy minden zsidó gyermeket, és angyalok figyelmeztették Józsefet és Máriát, hogy meneküljenek Egyiptomba. Tehát az ígéret gyermekeit mindig meg akarta ölni az ellenség. Amikor Isten kiválaszt valakit, akkor sátán is próbálja azt a szemét elpusztítani vagy megakadályozni, de ne félj, mert nagyobb az, aki benned van. A sátán szintén megcélozza az ilyen személyeket. Például a rendszeres adokozó vagy, akkor a menny és az angyalok kijelölnek téged, ahogy sátán is a támadásokra. Mit támad a sátán? Mire céloz? Nem csak a munkádra tudja, hogy nem azért támogatod az evangéliumot, mert jó munkád van. Nem is a pénzről van szó, mivel tudja, ha megtámadja az anyagiáidat, bármikor szerethetsz többet, Ami, amire céloz az Isten ígé az életedben. Tudja, hogy az a te titkod, tudja, hogy az ige, az iklete, az ikleted és az erősséget. Addig nem kötelezted el magad Isten dolgai mellett, és nem adakoztál Isten házára. Amíg nem hallottad az igét, ami megváltoztatta az életedet, és késztetett arra, hogy az életed és az anyagjaid Jézus Krisztus evangéliumának terjesztésére fordítsd. Tehát az igéről van szó. Az ördög meg fogja próbálni elvenni tőled az igét, vagy elbátortalénítani téged. meg Megpróbál távol tartani egy gyülekezettől, vagy bajt okozt közted is az, a között, aki tanítja neked az igét. Hogy az alapigénben olvashatjuk, józanok legyetek, vigyázzatok. Őrizd az igét a szívedben, mindig öltesd mélyre a szellemedben, elmélkedéssel, mindörökké maradj ebben a közösségben, ahol az igét tanítják neked. benne az Úrban mindenkor, minél inkább elkötelezett vagy Isten dolgaiban és Istenházában, annál éberebb kell, Legyél szellemben, szeretetben és alázatban járva. Továbbra is növekedj Isten igének a megértésében, és gyakran szólj nyelveken. Legyél telve szent szellemmel betöltekezve, és szellemi éberséget és érzékenységet mindig a csúcson lesz. Halleluja! Mondjátok utánam az imádságot, drága atyám! Köszönöm az igédet! ami vezet és irányít engem azon az úton, amelyen járnom kell. Köszönöm azt a kiváltságot és áldást, hogy elkötelezett vagyok az Evangélium terjesztésében. Nem engedem meg, hogy bármi elvegye a lelkesedésemet, vagy megakadályozzon abban, hogy a legjobbat tegyem bele az Evangéliumba. Szent szellemmel teljes vagyok, szellemileg érzékeny és éber minden időben. Halleluja. Amen. Ma is legyél szellemileg józan és éber. Ismert fel, hogy az ellenség azért jött, hogy önjön, lopjon és pusztítson. Azért jött, hogy a szellemedbe helyezett magot és igét kivegye. Tartsd és őrizd ezt a magot megvallás és elmélkedés által ma is táplálkozz az igével. Nagyon örülök, hogy velem tartottál, gyönyörű áldott napot kívánok neked, Isten áldjon benneteket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztünk!